Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Nem szakadunk el a zenétől, sem a jazztől. Stúdiumban köszöntöm Kozma Orsit. Szervusz! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Lesz egy adventi koncertet december 14-én, szombaton 19 órakor a Fasori Evangélikus templomban. Mesélj nekünk erről egy picit, harangozzuk be a nézőknek. Nagyon-nagyon rég énekeltem templomban, talán amikor a Magyar Rádió gyermekkórusának a tagja voltam, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges este lesz. És most hallod is az izgatottságot a hangomban, mert ez egy annyira különleges helyszín, és ezáltal nekem nagyon-nagyon fontos helyszín is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk ebben a gyönyörű templomban az embereket ráhangolni az adventi időszakra, a karácsony eljövetelére, és így hát főleg karácsonyi repertoárral készülünk, karácsonyi dalok lesznek terítéken. Azért egy-két dalt, illetve medlit hozunk a legutóbbi projektünkből, a Woody és a Swing című estünkből, amelyet Kern Andrással közösen immáron harmadik évet csinálunk. És lesz egy vendégünk is, a 60-i dalvarásó kórus kis gyermekei jönnek, és pár dalban ők is csatlakoznak hozzánk. Lesz kis karácsony, nagy karácsony, csendes éj, például a kórussal előadjuk az Oh Happy Day-t, úgyhogy igazi karácsonyi hangulatot próbálunk majd varázsolni oda. Ez a koncert a kvártetteddel lesz? Igen, igen, ez a Kozma Orsi kvártett, Cseke Gábor zongorán, Hárs Viktor bőgön és Pusztai Csaba dobokon kísér. És mióta dolgoztok ti együtt? Hát már több mint 10 éves a zenekar. Ezek a dalok jazz feldolgozások, vagy pedig kifejezetten jazz dalok? Vagy inkább karácsonyi dalok feldolgozás? Hát ezek örökzöldek, örökzöldek, például Let It Snow, vagy a Have Yourself a Merry Little Christmas, vagy I'll Be Home for Christmas, White Christmas, de fogok magyarul is énekelni, tehát a csendesét, a kis karácsony, nagy karácsony, például magyarul fogom énekelni. Hogy lehet felkészülni egy templom akusztikájára? Azért az teljesen más, mint egy koncertterem, vagy egy szabadtéri színpad. Így van, hát a Fasori Evangélikus templom egy nagyon különleges templom ebből a szempontból is, mert bár van egy csengése, tehát van egy adottsága, egy akusztikája, de mégsem olyan csengő bongó, mint általában a nagyobb templomok. Elmentem oda többször is, bejártam a helyszínt, és azt tapasztaltam, hogy egyszerűen ideális, tehát alig kell hangosítani, nyilván a dobot nem is fogjuk kihangosítani, de hogy nagyon-nagyon ideális koncert. De egyébként szoktak ott lenni koncertek, például a Nagy János trió is szokott ott játszani, a Dévai Nagy Kamilla, a Mókus is megfordult ott, úgyhogy ez nem az első alkalom, csak nekem ez az első alkalom. Akkor ez izgalmas lesz. Nagyon-nagyon izgalmas, ráadásul fel is fogjuk venni a koncertet, és terveink szerint majd a Jazzy Rádió még karácsony előtt le is fogja adni, illetve ennek kapcsán jutott eszünkbe, hogy akkor jó lenne egy karácsonyi albumot is csinálni, úgyhogy a kvártett tervei között szerepel majd egy karácsonyi album kiadása is. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy lesznek támogatói jegyek, vagy adományjegyek. Így van, köszönöm, hogy ezt megemlíted. Igen, igazából mi nem szerettünk volna a jegyet árulni a koncertre, mert általában ingyenesek a koncertek, de mégis azt gondoltuk Aradi György lelkészúrral, hogy ez egy annyira különleges este, hogy igazából lesz egy jelképes adományjegy, amivel tulajdonképpen a templom műemlék főhomlokzatának a felújítását lehet támogatni. Akkor menjenek el a koncertre, és támogassák ezt a nemes ügyet, kérem. Beszéljünk egy kicsit a pályádról. Te a Rádió gyermekkórusban nevelődtél. Igen. És te a színésznek készültél, aztán énekes lett belőled. Igen, hát sodrottam az árral. Ez így alakult. Nagyon-nagyon sokáig színésznő szerettem volna lenni. És voltak is lehetőségeim, de aztán annyira elsodort a zene, az éneklés. Én teljesen autodidakta módon, tehát nem jártam jazzkonziba se, sajnos, hanem így lépésről lépésre mondhatni, így kijártam a szamárlétrát, nagyon sokat vokáloztam lemezekre, koncerteken, például a Konzsuzsának, Balázs Fecó, Tolcsvai turnén szerepeltem, a Kim Nováknak voltam nagyon sokáig a vokalistája, és valahogy így kerültem Dés László látóterébe is, aki aztán elhívott a Jazz meg az castingra, és aztán a végén így hárman maradtunk be Humi Dórival és Váci Eszterrel. És utána ez egy bő két év volt a Jazz Magaz, és akkor utána 2000-től 2007-ig
a Cotton Club Singles-t erősítettem, és akkor 2007-ben kiváltam a vokál csapatból, és azóta egyedül, illetve hát több projekt részeseként énekelek. És hogy jutott eszedbe szóló karriert építeni? Hát ez már régóta vágyam volt, valahogy úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem, és a saját utamat kell járnom, hogy rengeteg tervem van, ötletem van, és ezeket a dalokat, meg ezeket a dallamokat, amik bennem vannak, ezt valahogy egyedül szeretném megalkotni, illetve olyan csapattal, akiket én választok ki, így került a képbe Szakos Krisztián zeneszerző, producer, illetve aztán később megalakult teljesen véletlenül a kvártettem is, úgyhogy én több vágányon mentem tovább, de például most a Swing a la Django-val dolgozom egy ideje. Most pont hétfőn Debrecenben játszottunk a Nagy Templomban Robi Lakatossal, nekem egy nagyon nagy élmény volt, illetve a Swing a la Django-val. De például, hogy nálam nincsenek műfaji határok, mondhatom ezt ilyen nagyképpen. Például az Animal Cannibals-el is dolgozom, idén-nyáron több fesztivál nagy színpadon megfordultunk, és vendégénekesük voltam, sőt, jövőre egy táncszínházi produkcióval is készülünk, az egy nagyon érdekes projekt lesz. Neked nem feltétlenül, illetve most azért a jazz tölti ki az életedet, de nem kizárólag jazz énekelsz. Nem. Igazából ez így alakult. Tehát nagyon megtisztelő, hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen jazz énekes vagyok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a műfajt, és nagyon hálás vagyok, hogy tényleg ilyen emberekkel, mint a Hárs Viktor, vagy a Cseke Gábor, vagy a Pusztai Csaba alkothatunk immáron több mint 10 éve egy jazz kvartettet, meg nagyon sokan támogattak, a Malosik Robi, vagy a Szakcsi Robi, a Béla bácsi fia is mondta, hogy foglalkozzak ezzel, mert jól áll nekem, és így valahogy így belekerültem ebbe, de az igazi mesdje, ahol én jól érzem magam, vagy az igazi pálya, az a popzene. És igazából most vissza is tértem a popzenéhez, több dalt csináltam, a legutóbbi például a Varga Viktorral közös duettünk, a Lefotózlak, ami elég szépen megy a YouTube-on is, meg a rádiókban is, úgyhogy igazából én mindig egy ilyen örökmozgó, határait feszegető valaki voltam, engem mindig is több műfaj érdekelt. Ha jött egy felkérés, akkor, és nagyon-nagyon tetszett, és úgy éreztem, hogy abban megtalálom önmagamat, vagy tudok ahhoz a dologhoz hozzátenni, akkor műfajtól függetlenül, akkor én azzal a dologgal így mentem, sodrottam, és nem bántam meg rengeteg mindent tanultam ezekből a projektekből, ezekből a közös munkákból. Azért az emberek jó részt téged a Jazz meg azból ismernek, meg talán a Cotton Club Singersből, és a Jazz meg az van. Hát most 20 év után egy alkalomra összeáll újra, igen, majd 2020. január 17-én az arénában adunk egy koncertsót, már lelkesen gyakoroljuk a koreográfiákat, és majd lesznek nagy zenekaros próbák, a lányokkal már vokál próbázunk, úgyhogy egy nagyon-nagyon látványos giga mega showra készülünk, ahol szinte az eredeti felállásban ott lesz a zenekar, és a két lemez összes dalát el fogjuk játszani, meg lesznek pluszban még meglepetések. És mennyiben változott a hangulata a jazz megaznak 20 év után? Szóval azért 20 év az nagyon hosszú idő, ti is megváltoztok nyilvánvalóan. Meg, de képzeld, hogy annyira jó, és ezt ugyanúgy a Cotton Club Singles-nél is érzem, amikor néha-néha találkozunk, vagy adunk egy nagyobb koncertet, hogy mintha tegnap váltunk volna el egymástól, tehát annyira jó együtt újra muzsikálni, beszélgetni, próbálni, ugyanazokon a poénokon nevetünk, félszavakból is megértjük egymást, és annyira jó, hogy ez az összetartozás, ez nem múlt el, csak elmélyült, és igen, eltelt 20 év, mi is tapasztaltabbak lettünk, szerintem most sokkal jobban szólunk az Eszterrel meg a Dórival, mert ugye nem csak szólókat éneklünk, hanem vokálozunk is, meg több szólamban is nyomulunk a színpadon. Szóval, hogy szerintem sokkal jobban szólunk, és sokkal érettebben szólunk együtt. Akkor ez hallható is lesz. Szerintem ez abszolút hallható is lesz, és mondom, tehát, minthogyha nem is telt el volna 20 év. Nagyon szépen köszönöm, ismételjük meg akkor a koncert időpontját, december 14-e, szombaton 19 órakor, a Kozma Orsi Kvártet ad adventi koncertet a Fasori Evangélikus Templomban. Én biztosan ott leszek, mert én nagyon szeretem az ilyen hangulatú koncerteket. Szeretettel várunk. Köszönöm a figyelmet, most következik a híradó. Pirkada című műsorunkkal pedig holnap jelentkezünk újra reggel. Viszontlátásra!